zajlik az Európa bajnokság. Az eddigi történéseket az NB 1-es olajbányász egykori csapatkapitányával, Kepe Tiborral beszéljük át. Köszönöm szépen Tibor, hogy itt vagy, nem voltál még legalábbis az én műsoromban itt nálunk, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez is most megtörténik. És hát van is miről beszélgettünk, hiszen ugye már két teljes kör a magyar szempontból lement az elbén haladjunk talán időrendi sorrendben, sőt, lehet, hogy még egy kicsit lépjünk is vissza. És Rossi kapcsán kicsit te is fejtsd ki a véleményedet, vagy inkább a kapcsán, amit ő hozott és felépített most a válogatottnál. Köszönöm a meghívást először is. A Rosszival kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy nagyon örülök, hogy ő lett a szövetségi kapitány. Úgy érzem, hogy rengeteget adott a magyar labdarúgásnak és a magyar válogatottnak. Ez egy szerencsés együttállás. A jó embereket választott ki. Alapvetően fejlődött a futballunk is, ennek is köszönhetőek az elmúlt évek sikerei. És volt egy olyan ember, aki, aki, aki ezt össze tudta fogni, csapatot tudott kovácsolni, és szerintem nagyon jó eredményeket ért el. És hát meglátjuk a most zajló hogy milyen eredményeket fogunk elérni. Ugye Rossi kapcsán nagyon sokszor volt hangsúlyozva, hogy maga a válogatott játéka kapcsán, hogy milyen nagy hangsúlyt fektet, vagy fektetett, mert most már azért némileg vált a masszív védekezésre, hogy a te is hát masszív védő voltál, ezt hogy láttad? Ez lehetett a sikerünk egyik kulcsa. A ah, úgy gondolom, a sikernek több összetevője van. A Rosszinak teljesen igaza van, ha edző lennék, én is úgy kezdeném, hogy hogy a csapat stabilitását kell először megteremteni. Itt a kapusra gondolok, a védelemre gondolok, és egyáltalán az egész csapat védekező játékára gondolok. Tehát ez alap, ennek működni kell. Ha ez nem működik, akkor, akkor nem lesz eredmény semmiképpen. És a Rossi ezt nagyon csinálja, hát olasz, tehát eleve az olaszok azért egy nagy katanacsó hívők, meg a védekezés volt az első számukra mindig. A taktika náluk nagyon fontos, nem úgy, mint egy angol bajnoksággal, hogy kimegy a csapat, aztán neki megy szembe az ellenfének, aztán lesz, ami lesz. Az olaszok ennél sokkal óvatosabbak, és a Rossi ezt át is hozta hozzánk, és úgy érzem, hogy sikerült is ezt megvalósítani a magyar válogatottal, de hozzá kell tennem azt, hogy amíg mondjuk 20 évvel ezelőtt három nemzetközi szintű játékosunk volt egy válogatottba, most azt mondom, hogy van 8-10 olyan játékos, aki nemzetközi szintű játékos, és koboly csapatokba is játszik, koboly bajnokságba. Mostani, EB, nagy volt a várakozás, hiszen ugye harmadszor jutottunk ki Zsinórban, és hát tényleg el voltunk kényeztetve az utóbbi évek eredményeivel. Aztán jött a svájci meccs, hát nem biztos, sőt biztos, hogy nem úgy sikerült, mint ahogy sokan vártak, vártuk. Uh... A sajt, beszélgettünk a barátaimmal, és kérdezték, hogy mi a véleményem így előzőleg az ebéről. Azt mondtam nekik, hogy lehet, hogy 7 pontot szerzünk, lehet, hogy nullát. Tehát ez egy torna. Egy bajnokságban 99%-ban a legjobb csapat nyeri meg. A tornán viszont az, tehát a, a, a torna nem ennyire exakt dolog. Itt, uh, itt lehet, hogy ugyanaz a csapattal, ugyanaz az edzővel jó szerepelsz, Ugyanaz a csapattal, ugyanazzal az edzővel leszerepelsz. Hát remélem, hogy nem az utolsó fog most megvalósulni. Van még egy meccsünk, nagy nagy szerencsével tovább mehetünk, visszatérve a svájci meccsre. A svájci válogatott jobb, mint a magyar. Sokszor, sokszor erőn felül teljesítettünk, és az emberek most már kezdtek kezdik elhinni, hogy igenis jók vagyunk. Jók vagyunk, mert fejlődtünk, de a svájciak még jobbat, jobbak, nálunk, és most ki is jött ez a pályán. Tehát nem tudtunk megúszni helyzeteket, nem tudtunk pluszt hozzátenni, nem tudtuk önmagunkat felülmúlni, mint az elmúlt években oly sokszor. Viszont a második félidőben már azért látszott egy jó csapat, hogy támadtunk, helyzeteink voltak, zicsereink voltak. A német meccs bár nem majd később beszélünk, gondolom. Tehát a svájci meccs, aztán nem volt szerencsénk. Az első félidő utolsó percébe kaptuk a második gólt, kettő egynél rohamoztunk, jól játszottunk, és egy, 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 egyéni hiba után viszont sajnos kaptunk még egyet, ezzel is dőlt a meccs. Hát az első meccset nem, nem, nem voltunk túl jók, nem voltunk élesek. Pont a visszatérve megint a védői múltadra, ugye két elég komoly hibával kaptuk a gólt. Most a második svájci orra azt lehet mondani, hogy gyönyörűen eltalálta, azzal nem igazán lehet mit kezdeni. De hát mind az elsőben, mind majd aztán főleg a harmadikban ott nagyon-nagyon komoly hiba történt. Olyan hiba, amihez hála Isten mostanában nem voltunk hozzászokva. És akkor ehhez tényleg visszacsatolhatjuk azt, hogy valami, mint hogyha élességben is hiányzott volna a csapatból. igen. Ráadásul egy olyan egy olyan ember követte el, aki egész eddig szinte hiba, hiba nélkül játszott. Tehát ő volt a védelem oszlopa, Orbán. a Vili Orbán, így van, középsővédő. Eddig jó játszott, nem hibázott, most hibázott. Hát, ez sajnos bent van minden játékos pályafutásába. Úgyhogy át sajnálom, hogy most jött ki, jobb lett volna, hogy egy ilyen selejtező meccsen. De hát kettő egyel még mindig nem vagyunk benne, mert éppen úgy vereség mind a három-egy. Hát bízom benne, hogy most lesz a Skótok ellen a harmadik mérkőzés, itt talán sikerül nyernünk. Kicsit szakmázva még a svájci meccsről, azóta nyilván már nagyon sokan írtak róla, beszélgettek róla, hogy talán Rossi felelőssége annyiban elővehető, hogy ugye Szalai és Lang kezdett, aztán a német meccsen már ők nem léptek kezdőként a pályára, és javult is a védekezésünk. Lehet, hogy most itt a mester is egy kicsit talán hibázott. Szerintem hibázott. Üh, nem akarom bírálgatni, de szurkolóként megtehetem. Szerintem hibázott a szakított azzal a hagyományjal, hogy, hogy csak olyan játékost játszat, aki játszik a klubjában, és a szalai nem játszott a klubjában, cserepadon volt, úgyhogy betett olyan embert, aki nem volt játékban. Hát sajnos meg is látszott a csapaton is, meg a, az eredményen is. Így a bírálatok kapcsán jutott most eszembe, és főleg ugye az online világ terjedése, miatt a kommentekben, hát amit lehetett olvasni, az tényleg egészen megdöbbentő negatív értelemben, ami mondjuk Szoboszlaira hárult a svájci meccs után, és néhány régi idők nagy focistája is megnyilvánult, nem túl pozitívan vele kapcsolatban. Most kinyomtattam, ez egy nemzetközi honlapnak az összeállítása, ahol a Szoboszlai a svájci meccsen 7,2-es osztályzatot kapott, amivel a magyar csapat legjobbja. Tehát érdekes, hogy a szurkolók mennyivel másképp látják a magyar szurkolók, mint mondjuk a szakírok. Ezt a szakírok csinálták ezt az osztályzatokat? Hát szerintem se játszott jó. Abszolút nem játszott jó. Ő a csapatkapitány, szerintem ragyogó képességű játékos is, de ezen a meccsen nem nyújtotta azt, amit az ember elvárt volna tőle. Nem akarom bántani vagy bírálni de, de attól függetlenül én többet várnék tőle. Tehát hozzáállásban akár, vagy csak játékban, vagy mind a kettőben? Mind a, mind a Tehát játékban megvan a játék tudása ahhoz, hogy, hogy is legyen. A hozzáállásban meg kötelező, csapat csapatkapitány, neki kell példát mutatni a többieknek. Ha ő, ha ő nem csúszik, mászik, akkor hogyan szólhat oda egy másik játékosnak, hogy te oda magad, vagy csúszszál oda. Tehát neki ez kötelező. Nyilván nem szorul rá a hogy én védjem, vagy bárki védje, de itt visszacsatolva a szalaira, ugye a tavasszal a Liverpoolban neki sem biztos, hogy úgy sikerült szoboszlainak, mint hogy azt szerette volna viszonylag keveset játszott többször csereként. Lehet, hogy ez is közel játszott ebben. Ő sérült volt. Ősszel, amikor kikerült Liverpoolba, ő játszott a legtöbbet. Minden meccset végigjátszott. Azt hiszem, hogy a világ legnehezebb bajnoksága az angol. Uh -huh. Tehát ott azért nagyon kemény, nagyon jó csapatok vannak, jó játékosok, rengeteg meccs van, kupákban, mindenhol játszanak, és a klopp nem hozta le. Végig minden meccsen, szerintem elfáradt, szerintem túl, sok, túl sokat játszott, és, és, ez, ez meg is, tehát később meg is sérült, ez a fáradásos sérülések őt is elérték, aztán után vissza kell kapaszkodni, vissza kell építenie magát. Hát még nem, nem igazán sikerült neki szerintem. Nagyon sajnálom, mert nagyon szeretem, bízom benne, nagyon játékosnak tartom. Főleg itt a svájci meccs kapcsán fogalmazódott meg bennem, és ezt még így zárásként emérkőzés kapcsán felteszem neked, hogy mennyire érezhető volt rossz színál, hogy nem igazán tud belenyúlni a cserék tekintetében a, a meccsbe, és ugye mondtad, hogy valóban van mondjuk 6-8 pozitívabban nézve 10 olyan játékosunk, akik viszonylag jó bajnokságokban ott vannak, keretben ott játszanak, viszont ahogy bele kell nyúlni a padról, hát nem jön az a minőség. És most nem megbántva szegény Ádám Martint, mert nagy kedvence ő a szurkolóknak, meg most már az egész világnak a külseje miatt, de ahogy ő beállt centerbe, Hát nálam annyira lelassul a játék, hogy, hogy, tehát nem tudjuk azt a szintet hozni, mint azzal a Vargával, aki amúgy csak a Fradiban játszik, de mégis teljesen más nyújt. Szerintem. Igen. A Szalai Ádámra térnék itt vissza. Ő, ő játszotta ezt a posztot régen. Szerintem az ő, az ő szerepe nagyon fontos volt a magyar válogatottban. Két dolog miatt egyszer fontos gólokat rugott, másodszor egyedül ott a védők között harcolt, és ő meg is harcolt mindenkivel. Plusz a másik az, hogy szerintem ő egy olyan pozitív szemületű vezéregyénység volt, aki vitte magával a csapatot. És a szoboszlainak ezt kéne szerintem átvenni tőle, hát nem tudom, hogy ő, ő, tehát, hogy ő mentálisan vagy pszichésen erre alkalmas-e vagy nem. Nyilván fiatal is még nagyon a Fiatal, 23 éves, igen. Tehát azért még a tapasztalat hiányzik a részéről. Remélem hogy, remélem, hogy ez azért nál is jelentkezni fog. De örülök, hogy ezt mondom, mert én nekem is nagy kedvencem volt Ádám Szalai, és többször itt beszélgettem is róla, hogy ő is mit kapott a szurkolóktól, amíg nem rugott volt, azt nem több mint egy évig, és most bizony valóban játszik, hogy, hogy mennyire hiányzik ő a Egy zentőt. ember, aki, aki a, mondjuk a meccs előtt a, az öltözőbe egy beszédet tart és tüzeli őket, és az egész csapatot felhozza olyan szintre, ez szerintem nagyon fontos, ritka, ritka a, a, az ilyen játékos. Térünk át a német meccsre, nagyon, nagyon jól indult, sőt, hát ugye pár másodperc után már hát ott volt a helyzetünk, Igen. Igen. és tényleg fölírtam magamnak tegnap, hogy néztem a meccset, hogy a 33. percig olyan iram volt, hogy, hogy le a És felvettük. Tehát felvettük azért, amit euh, néztem, 30 perc után 60-40 volt a labdabirtoklás. Jó, hát ez csak egy szám. A németeknél többet volt, uralták a játékot, de nem játszottunk alárendelt szerepet. Viszont a barátaimban néztük, és mondtam, hogy szerintem el fogunk fáradni a második félidőre, és onnittól kezdve viszont a németek még inkább fölénybe kerülnek, sajnos így lett. Nekünk is azért kell róla beszélnünk a bírói ítéletekről, Nyilván mindenki elmondta, hogy valószínűleg nem ezen múlott, mert tényleg nagyon együtt van ez a német csapat, világsztárok sora, jól is fociznak. De azért mondjuk én élnék a gyanúperrel, ha ilyen ítéletek mondjuk egy Mourinho csapata ellen jönnek, vagy csak most mondtam egy jegyző példát, hát lehet, hogy ott olyan balhét kivág a negyedik játékvezető mellett, hogy azt mutogatják egy hétig a sportévék. Az biztos, az tuti. Igen, így van. A, nem szoktam foglalkozni a bíróval. A németek azért nyerték meg a meccset, mert jobbak voltak, jobban játszottak. Ők rúgtak két gólt, mi nem rúgtunk ott, ezért nyerték meg a meccset. Attól függetlenül, a, a, ha most így ezt így vesézzük, az első gólnál szerintem hátulról lökték fel a Vili Orbánt, bal szerencséje ott mert ráesett a labdára. Akkor utána még a földön érve beleért a labdába egyszer, elrúgta a német játékos elő, a, gól, a gulácsi felvette van, tehát több olyan dolog jött össze, hogy e, mindig bal szerencsés volt. Most nyilván utána már egy nyilatkozgatnak a németek védve magukat, hogy viccet volna, hogyha lefújják, de hogyha nézzük a, a, annak a szituációnak a lassítását, mert nem is feltétlenül, ami nekem azt feltűnt, hogy lökték, hanem hogy ugye a térdét összekocintotta a gündogán, nem fújták le. Hát igen, attól függetlenül viszont már mondtuk az előbb is, hogy hát a, a sajcelni meccsen is ha a Vili hibázott ott, hát ő fejelte oda, nincs olyan formában. Ha most ez egy, két, három év ezelőtt van, akkor simán elviszi a labdát és kirúgja a fejszabadit. Most sajnos ő se ott olyan, legyőzték. Egyébként, tehát van egy tendencia a fociban, hogy például ilyen piciket löknek az embernek, egy kis pici bodicsek, a bíró azt nem fújja le, főleg, tehát főleg akkor, amikor el kell fejelni a labdát, ha az ember mondjuk akar fejelni, és el akarja fejelni, és kap egy bodicseket hátulról, Bum, és a bíró tovább. Tehát őt is meglökték. Ez mondjuk nem volt pici, Ez azért elég nagy volt. Hát nem szabad. Meg kell, meg kell vívni a párharcokat, főleg egy védőnek. Azt, hogy már a pozitív serpenyőt is elmítsem, azért elkönyvelhetjük, hogy sokkal jobban játszott a csapat, mint Svájc ellen. Igen, sokkal jobban játszottunk. Tehát itt a, a, az első védőbe partiba voltunk egy német csapattal, aki azért otthon játszik. A németek mindig jók. A házba laknak nálunk németek, meg jöttek a másik lépcsőházba, és tudtam velük beszélgetni, a, és ők annyira leírták a német válogatottat, hogy meg voltam döbbenve. és és mindig azt mondta, hogy mi magyarok pessimisták vagyunk, meg sok bennünk a rossz ünöt, minden, hát mi hozzájuk képest egy, egy, egy optimista, <laughs> é, ha, hat, egy, egy, vidám nép vagyunk. Tehát mondták, németeket mindenki megveri, meg esélyük sincs, a magyarok is meg fogják verni őket. Hát most ehhez képest. Sajnos nem, nem így lett. Most nem így lett, pedig szurkolt, ha úgy így legyen. <laughs> Második fél időre rátérve, te is mondtad, és én is említettem, hogy én ú nekem úgy tűnt, hogy ilyen a 60. perc, tájékán volt az az időszak, amikor tényleg érezhető volt, hogy elfogytunk, főleg a középpályán, és beszéltünk már a cserékről, akkor szegény Krenhensler Laci beállt Nagy Ádám helyére, és rá kb. kettő percre az ő helyéről alakult ki a második gól. Ezzel sem volt szerencsénk. Hát ezzel sem volt szerencsénk. Beszéltünk az előbb arról, hogy amíg a németek olyan játékosokat ültetnek a kispadra, akik sztárcsapatokba játszanak, kezdők, húzó emberek, addig nekünk van kb. 8-10 emberünk, aki alkalmas arra, hogy nemzetközi szinten futballozzon, több nincs. A kispadunkon olyan emberek ülnek, akik kisebb csapatokba játszanak, másodosztályba játszanak, vagy pedig a magyar bajnokságba játszanak. Ez nemzetközi szinten kevés. Tehát ö, beszéltünk arról is, hogy azért fejlődött a futballunk. Tehát, amíg 20 évvel ezelőtt megvert bennünket az Andorra a Ferőer szigetek, meg a Járda szigetek, most ahhoz képest bárkivel partiba tudunk lenni. Lehet, hogy nem fogunk nyerni, lehet, hogy le fogunk szerepelni, de legalább van esélyünk. És most visszatérve erre a, 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 a játékos minőségre, van már egy jó csapatunk, de ha cserélni kell, ott azért baj van. Mert nem mindegy, hogy jön be egy német válogatódba, meg egy francia válogatódba, meg kijön be egy magyar válogatódba. Ettől függetlenül akkor is szurkolunk a csapatnak, úgyhogy jobbak vagyunk, remélem, hogy sikerülni fog. Nyilván óriási közszeg, nagyon apróságokon múlik egy meccs, vagy egy akár egy továbbjutás. Most ugye Vargának volt még egy helyzet, az, az egyetlen helyzetünk volt a második félben A fejes, a gól, futta, előtt, a gól előtt a fejes. Most az is Varga valószínűleg háromból egy ilyet beüt, csak hát ez pont az a kettő volt, amit nem. Á, de attól függetlenül a Vargát nagyon szeretem. Egy, mert jó játékos, kettő, mert fradista, három, már az gólt rúg. Mellette meg hajt küzd. Tehát ö, azt hiszem, hogy a magyar edzőknek ezt kéne megtanítani először minden játékossal, hogy hajtson, küzdjön, tegyen oda mindent, szeretni fogják. Ha rosszul játszik, ha gyengé játszik, ha kikapunk, akkor szeretni fogják. Ö, itt van mindenféle licensz, meg mindenféle módszer, meg minden, de hát először, először ezt kéne, ezt szeretném látni, nem csak a magyar válogatottnál, hanem itt a NB1-be, NB2-be, akár itt Tagykanizsán, nb 3 ba is, hogy tegyék ki a szívüket, lelküket a pályára, és akkor nincsen semmi probléma. Van még egy meccsünk, és hát a szív ott is nagyon kelleni fog, hiszen valószínűleg az sem elég, hogyha csak szimplán nyerünk. Az lenne igazán megnyugtató, hogyha legalább egy két gólos sikert tudnánk aratni. Az ellen a skócsapat ellen, amely tegnap partiban volt, Svájca, és hát hozott egy pontot róluk. Néztem a meccset, jól játszottak a skótok. Tehát az első meccsen kaptak a németektől egy ötöst. Most ahhoz képest a svájciakkal teljesen partiba voltak, szerintem 50-50 körre szóltam. Szereztek egy pontot, nehéz ezt ellenük, az biztos. A, tehát angol száz csapat, ezek hajtanak, ütnek, vágnak, mennek, a csapat többsége jó játékos, jó klubokba játszanak, a világ legjobb bajnokságában játszanak, itt a McTominay, a Robertson, meg hát itt azért vannak nagy nevek. Ugye szinte mindenki vagy a Premier League-ben, vagy a Championship-ben játszik, tehát darálással nem lesz gondjuk, az biztos. Az biztos. A lelkesedéssel, hát szoktam nézni egy meccsek előtt a, a, a testbeszédeket. Az, hogy ki, hogy jön ki, hogy áll ott, hogyan énekli a himnuszt. Tehát ők azért fel voltak készülve, meg bennük azért bennük van a vér. Úgyhogy eh, nehéz meccsre számítok, három esélyesnek ítélem, Pff, lehet, lehet bármi. Jó pár perce mondtad, hogy benne van az is, hogy 7 ponttal, meg az is, hogy 0 ponttal végzünk. Most, hogyha a rosszabb forgatókönyvet veszik alapul, és 0 pontunk lesz, azt akkor nekünk leszereplésnek kell szerinted értékelni, vagy ez így sikerült valamelyest realitás, ez van, megyünk tovább. Ne, azt hiszem, nem kell a kardunkba dőlni, akkor se. Szerintem az már nagy sikár, hogy egyáltalán kijutottunk az EB-re, sőt, csoport elsőként jutottunk ki a szerbeket megelőzve, oda visszaelvertük őket. Tehát én számomra ez mindenképpen pozitívum, hogy ott vagyunk. Az, hogy most esetleg nem sikerült, mondjuk az elmúlt eb hez képest sokkal gyengébben szerepeltünk, ez bent van ettől függetlenül előre kell nézni, és mit tudom, hogy dolgozni kell tovább ugyanúgy. Zárásként még arról egy pár szót te kit vársz a legvégére, akár döntőbe, akár ha csak azt mondod, hogy kit tartasz a legesélyesebbnek arra, hogy megnyerje az elbét. Aha. A, az angol focit szeretem, mindig szurkolok nekik, de nem, nem, nagyon érnek oda, régebben se szoktak odaérni őket szeretem, a franciákat tartom nagyon jónak. Tehát ők náluk akár két-három csapatot is ki lehetne állítani, mert annyira jók. Tehát olyan, olyan játékosaik vannak, most itt a Bappé, a legújabb világsztár, a Dembélé, a csatárok, a közép, hát a kispadon olyan emberek ülnek, hogy bármelyik válogatott beférnének szerintem. Úgyhogy, hát az angoloknak szurkolok, a franciákat tartom a legjobbnak, szerintem ők érnek oda a végére. Nyilván nem tudjuk még, hogy lehet-e majd az ágak miatt így kialakulnia ennek a felállásnak, de akkor egy angol-francia döntővel elégedett lennél. Bőven, biztos. Legyen úgy, meg nyilván jussunk tovább. Igen, jussunk tovább, nagy-nagy szerencsével. Először verjük meg a skótokat, aztán meglátjuk, hogy az mire lesz elég. Ha jól imádkozunk, akkor talán még Csak összeim. nyerjünk, csak az a lényeg, hogy nyerjünk. Legyen úgy, köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. Ennyi volt már a szertár, új műsorral két hét múlva várjuk majd Önöket. Ne felejtsenek el feliratkozni a Youtube csatornánkra, nézzék a meccseket, hajrá magyarok! Köszönöm szépen, viszontlátásra!